Nagyon nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket, különösen azokat, akik most először vagytok itt közöttünk. Ne ijedjetek meg, hogy ilyen nagy vidámság van itt köztünk, normálisak vagyunk. Csak azért örülünk, mert az Úr megbocsájtotta a bűneinket. És azért örülünk, mert fölírta nevünket az örök élet könyvébe. És azért is örülünk, mert az Úr öröme, ami erősségünk, én amikor először elmentem a híd gyülekezetébe, az döbbentett meg a legjobban, hogy mennyi boldog ember van itt. Mert előtte, amikor elmentem ilyen katolikus istentiszteletekre, ott azt látom, mindenki olyan szomorú, olyan ájtatos, olyan csöndes, itt pedig olyan vidámság, öröm van, mint a lakodalomba kerültem volna. És az Úr öröm, a mi erősségünk. És azért tudunk örvendezni, mert az Úr Jézus megszabadított minket a nyomorgatónak a kezéből. És ha nyomorgat téged az ördög a bűnökkel, démonokkal, betegségekkel, gonosz szellemekkel, akkor az ember nehezen tud fölszabadulni az örömre. De amikor Jézus Krisztus elveszi a bűneidet, megváltoztatja a szívedet belülről, ad neked mennyei erőt, kenetet, szövetségre lépsz Jézussal, akkor mindjárt megváltozik minden belülről. Ez még kívülről nem látszódik, de belülről Jézus megváltoztatja az életedet. És arról tudunk mi beszámolni nektek, amit mond János is az első levelében, hogy ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, kezeinkkel illettünk, az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezeket azért írjuk nektek, mi pedig mondjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Tehát mi nem egy teológiáról beszélünk, nem egy elméletről beszélünk, nem szép szavakat szeretnénk neked elmondani, és te, se csak szép szavakat akarjál elmondani másoknak, bár jobb szép szavakat mondani, mint csúnyákat, de mi az Istennek a beszédét szóljuk, és azt mondjuk, amit mi láttunk, amit hallottunk, amit megtapasztaltunk, amit átéltünk, és én átéltem azt, hogy Isten halottakat föltámasztó Isten amikor anyukám hasába voltam, harmadfokú hullamérgezést kapott tőlem. Megvakult mindkét szemére, és azt mondták, hogy a halott tetemet kiszedik belőle, az voltam én. Ő pedig azt mondta, hogy nem fogadja el. Fölajál Istennek, adja vissza az életem, legyek Isten szolgája. És látjátok, jól megnőttem. Jézus Krisztus visszaadta az életemet. És ráadásul még fél nehéz súlyba válogatott boxbajnok is lett belőlem, tehát én nem csak olvastam arról, hogy Isten halottakat támaszt föl, mint Lázárt, meg a nai fiút, hanem én átéltem. Nem volt szívhangom, anyukám hullamérgezést kapott tőlem a legmagasabb fokút, és itt vagyok. Jézus Krisztus visszaadta az életemet. A földi életemet is, és az örök életemet is. Persze azzal együtt, hogy, hogy ilyen nagy csodát tett velem Isten, nem mindjárt lettem én se Jézus követője, hanem bűnös életet éltem, de volt egy nap, amikor egy, egy, egy barátomat mentem meglátogatni, mert reflexológiával kezeltünk betegeket, és becsöngettem hozzá, mert, mert nem tudott eljönni a rendelőbe, nem tudták elhozni, és akkor becsöngettem, a béna barát, az a lábán jött ki, és mondta, hogy őt már nem is kell kezelni. Őt ma Jézus meggyógyította. Mondom, melyik plébánián? Szóval, hogy egyikbe se, hanem a hídgyülekezetébe. gyülekezetébe. Akkor mindjárt nem mondom, elmegyek, milyen szektába keveredtél, megnézem. És azóta is itt vagyok én is. Ez 87-ben volt, és 87. november 7-én mentem már el először a hídgyülekezetébe, ez zárt bibliaiskola volt haladóknak. A bejáratnál kérdezték tőlem, hogy én megtértem-e. Gondoltam, aki jár templomban, már megvan tér, mondom, persze, hogy megtértem. Azt sem mi az, hogy megtérés. Csak gondoltam, aki hisz Istenben, az már megvan térve. Aki templomba jár, az még jobban megvan térve. Csak gondoltam, hogy én már meg vagyok térve. De ott bent, hogy láttam, milyen boldogok az emberek, milyen közvetlen személyes kapcsolatuk van Istennel, akkor egyből éreztem, hogy én még azért nem vagyok úgy megtérve, hogy ők meg vannak térve, mert én nem tudok ilyen boldog lenni, nem tudok ilyen közvetlen, személyes kapcsolatba lenni Istennel. Nem tudott még az én örömöm teljes lenni, hogy itt olvastuk is. És akkor levittek a pincébe beszélgetni, le is mentem bátran velük, ott elbeszélgettünk, és egyszer csak így szíven talált, hogy milyen nagy szeretet van bennük, milyen nagy isteni jóság sugárzik belőlük is, az volt bennem, hogy én is szeretnék olyan lenni, mint hogy Istenel ilyen közelebbi kapcsolatba legyek. Hogy hogy lehet ez? És akkor elmondták, hogy egy imát kell elmondanom, hogy Jézus fogadjon be a szívembe. Vajon meg a hitemet Jézusban? Mondom, hát azt mindig elmondom, a hiszek egybe a templomba, de hát az nem olyan, mert az csak egy ilyen liturgikus megvallás, hanem a személyesen higgyem, és úgy mondjam ki a számmal. Mondom, jó, akkor csináljuk meg. És akkor elmondtunk egy imát és, és hogy Jézus az én megváltó Uram, Istenem, és megbánom a bűneimet, adjon nekem örök életet, és egy nagy békesség költözött a szívembe. Tudtam, hogy most hazataláltam. És tényleg az örömöm teljes lett, és akár hiszed, akár nem, nem a gól öröm a legnagyobb öröm, hanem a bűnbocsánat öröme. Az a legnagyobb öröm. Amikor az Isten a bűneidet, bűneidet megbocsátja, és te ezt át is éled, hogy megbocsátja a bűneidet. És igazából amikor beszélünk Jézusról, nem ilyen elvont fogalmakról beszélünk, nem ilyen távoli, ködös valakiről, meg kell lenne a Jóistennek ott fent, nagymama is megmondta, hanem mi arról a, jó, arról a valóságos szeméről beszélünk, akit átéltünk, hogy megváltott minket. Átéltük, hogy kicserélte a szívünket. Átéltük, hogy minden bűnünket eltörölte. A vérével olyan tisztára mosott minket, hogy annál tisztábbak nem is lehetnénk. Jézusnak ilyen a vére. Megtisztít Jézus vére. És az örök élet lejött ide a földre, és megjelent itt a földön. És ez a nagy dolog, hogy Jézus Krisztusban lejött a földre az örök élet. Jézus nem vallás alapító. Nem olyan, mint Mohamed, vagy Krishna vagy Buddha, vagy más vallás alapítók. Jézus nem, nem két földi embernek a leszármazottja, hanem a teremtő Istennek és egy földi zsidó lánynak, egy szűz lánynak a leszármazottja, Dávid házából. Ő, ő az apai ágon, földön kívülről érkezett, anyai ágon pedig földi. És ez a csodálatos személy, aki a mennyből lejött, és nem úgy, hogy idejött az űrhajójával, és elhúzta a csíkot, mután bemutatta magát, hanem emberré lett, olyan emberré, mint te vagy én, vállalta a magzati állapotot. Vállalta, hogy a Máriának a méhében megfogan, és ugyanúgy kezdődött az ő földi sorsa, mint a tied vagy az enyém. Azzal a különbséggel, hogy ő nem volt bűnös természet, mert a mennyei atya helyezte bele ezt a magot az Máriának a méhébe, és a Mária pedig hittel elfogadta, hogy nem tudom, hogy hogy lesz ez, de legyen a te beszédet szerint. És, és, megfogant Jézus, a Krisztus megfogant Máriának a méhében. És egy hatalom, ez volt a legnagyobb csoda, hogy az Isten emberé tudott lenni Márián keresztül. És ez egy fantasztikus dolog. De attól még, hogy emberré lett, ez még nem minden, hanem ki kellett, hogy fizesse a váltságdíjat mindannyiunkért. És az örök élet Jézus Krisztusban jött le. Ő a testélet ige, ő a megtestesült Istennek a beszéde. És Jézus Krisztus azért lett emberré, hogy minket megszabadítson a régi bűneinktől. És ez az evangéliumnak az öröm üzenete, a győzelmi hír, hogy nem kell, hogy a pokolba végezd, nem kell, hogy beteg legyél itt a földön, nem kell, hogy átkok sújtsák a sorsodat, és szaggassák szét a családodat, az életedet, a jövődet. Nem kell, hogy depressziósan, félelemtől rettegve nézd a híreket, hogy mi lesz most ezután. Mikor jön ide a háború, vagy a gazdasági válság mikor fog úgy elhatalmasodni, hogy elletetlenülsz te is. Nem kell, hogy a félelemnek enged, hogy lebénítson. Mi ma jó hírt mondunk neked. Jézus Krisztus a szabadító. És Jézus meg tud szabadítani a félelmeittől, meg tud szabadítani a betegségeitől, és meg tud szabadítani az átkaittól, és meg tud szabadítani a szegénységtől is Jézus Krisztus. És a Jézusban való áldás nem az szerint fog téged megáldani, hogy a környezet az lehetővé teszi, akkor áldott leszel, ha meg nem, akkor meg szegény leszel és szűkölködő. Jézus Krisztus az szegényé lett a kereszten, hogy te meggazdagodjál az ő szegénység által. Jézus Krisztus beteggé lett a kereszten, hogy te meggyógyuljál az ő sebeiben. Jézus Krisztus átkozott lett a kereszten, hogy te Ábrámnak az áldásaiból tudjál részesülni. És Jézus Krisztus a pokolba is lement a földi szenvedései végén, hogy, hogy oda neked soha ne kelljen bekerülned a pokolba. Mert a pokol egy valóságos hely. A menny is egy valóságos hely. És van a föld, a föld alatt a pokol, a menny pedig fönt van több csillagrendszerrel fölöttünk, vagy pedig az ausztráloknak, meg nekik is, nem tudom, hogy fölöttük vagy alattuk, de egy egy másik dimenzióba, és, és nekünk oda a mennybe Jézus utat készített. És nem az, a, nem az a legfőbb értelme a földi életednek, hogy meglegyen a kertesházad, a családod, a gyerekek, a szép nyugdíj, meg a szép ződjep, hanem Jézus Krisztus a mennyben olyan helyet készít neked, amiről álmodni sem mertél. És, és Jézus Krisztus a mennybe bármikor elviheti az övéit. És mi olyan időben élünk itt a Földön, mi vagyunk a finisbe, az emberi történelem finisébe. És ezért nekünk a finisbe nem szabad, hogy elaludjunk menet közbe. Föl kell ébredjél, Észre kell vegyed, hogy az a világ, ami most körülvesz, az egyre jobban rázkódik, egyre jobban hullik szét, és egyre kevesebb biztonságot találnak benne az emberek. És ez még csak a kezdet, ami most van. Ennél még sokkal rosszabb lesz itt a Földön. De ezt nem azért mondom, hogy ma este ne tudjál nyugodtan aludni, hanem azért mondom, hogy ne abba bízzál, ami a Földön körülvesz. Ne abba legyen a biztonságod. Hogy hallottátok? hogy ne adjál azért gyűjtött kincseket, amik nem tudnak megelégíteni, hanem, hanem keresd az Isten országát. Gyere Jézushoz! Jézus hív téged! Jézussal lépjél szövetségre! És ha Jézussal szövetségre lépsz, akkor ő ki fog innen emelni téged, mielőtt eldurvulnának itt a dolgok a földön. Nem fogja hagyni Jézus, hogy a mennyasszonya itt kínlódjon az antikrisztussal meg a gonosz angyalokkal, amik a második égből jönnek le, és a mély, föld mélyéből meg jönnek föl, az nem fogja engedni Jézus, hogy a mennyasszonya itt maradjon. Most Jézus szeretné, ha te szövetségre lépnél velem, mint mennyasszony. És ha mennyasszonya leszel Jézusnak, az a jó hírem, hogy itt még a fiúk is mennyasszonyok lehetnek legálisan. Ez nem valami genderfondorlat, hanem ez a Biblia. Tehát a Jézus mennyasszonya, az lehet férfi is, meg nő is, de ez egy szellemi mennyasszonyság. De ott együtt, ott fönt a mennybe már, ott nem lesz férfi, meg nő, de be kell jutnunk a mennybe. És ahhoz, hogy bejussunk a mennybe, itt a földön rá kell lépni arra az útra, amely a mennybe visz. Hogyha el akarsz jutni a balatonra, akkor nem általában indulsz el mindenfelé, az majd csak kikerekedik valahogy oda jutsz, hanem akkor az M7-esen indulsz el. Ha Győrbe akarsz menni, akkor az M1-esen indulsz el. Ha Kecskemétre akarsz menni, akkor az M5-ösen indulsz el. Ami a célod, azon az úton indulsz el. És ha mennybe akarsz jutni, akkor MJ, megváltó Jézus úton kell elindulnod. És oda kell térdelned a rajtvonalhoz, a megváltó Jézus Krisztushoz, és akkor azon az úton kell neked haladnod előre, addig, amíg célban nem jutsz. És nem komplikált dolgokat kell nekünk elmondani neked, csak amit láttunk, amit hallottunk, amit megtapasztaltunk. És ahogy a Géza is mondta, a választást időben kell megtenni, mert ha későn akarsz választani, akkor lemaradsz a lehetőségről. És mikor van az a nap, amikor neked Jézus mellett kell választanod, döntened? Mert neked is döntened kell Jézus, vagy Barrabás? Jézust választod, vagy a, vagy a rablógyilkosokat. És én Jézust ajánlom neked, mert Jézus tud rajtad segíteni. És ott a kereszten is, amikor Jézus fölfeszítették, az egyik lator, a szitta Jézust, a másik pedig, a másiknak szólt, hogy maradjál már csöndben, mi a bűneink miatt vagyunk itt, de ő semmi rosszat nem tett. És mondta Jézusnak, emlékezni meg rólam, amikor fölmész az atya dicsőségébe. És mondta Jézus, még ma velem leszel a paradicsomba. Bizony, mondom neked. Tehát lehet az utolsó pillanatodban is megtérni Jézushoz, csak az a helyzet, hogy nem tudjuk, mikor lesz az utolsó pillanat. Egyszer a rabbit megkérdezték a tanítványok, hogy mikor jön el Isten országa, mikor jön el a messiás. És mondja, mondja nekik a rabbi, hogy térjetek meg, előtte egy nappal. Jó, de nem tudjuk, melyik nap fog eljönni. Ez a legbiztosabb, ha már most megtértek. Akkor biztos, hogy benne lesztek a csapatba, amikor fog jönni a messiás. És azért mondjuk nektek ezeket, hogy közösségbe legyünk egymással. Tehát a közösség az pedig úgy jön létre, hogy amikor mi szóljuk Istennek a beszédét, te befogadod, amikor hallod, hogy Jézus mit tett érted, te elhiszed a szívedben. És utána száddal ki is mondod ezt a hitedet, és Isten pedig meg fog tartani téged. Nem egy komplikált dolog Jézusval szövetségre lépni. A szívedben elhiszed, hogy Jézust az atya küldte a mennyből, ő az Isten fia. Amikor azt elhiszed a szívedből, és a száddal kimondod ezt a hitedet, akkor már meg is menekültél és lehet, hogy azt mondod, hogy én még nem vagyok méltó rá, hogy ezt megtegyem. Hát látod, az a Lator is, ő sem volt méltó rá, de mégis megvalotta valamelyest a hitét, amennyire volt neki Jézusban, és Jézus mondta, hogy már ma velem leszel a paradicsomba. Az nem tudott tökéletes lenni közbe, nem tudott megváltozni közbe, csak egy dolgot tudott tenni, hogy a szívébe befogadta, hogy Jézus az Isten fia, hogy Jézus az ő megváltója is. És igazából nekünk is ebben kell sziklaszilárdan hinnünk. És mondja Pál, hogy eszetekbe jutatom továbbá atyám fia, az evangéliumot, amely által hívőké lettetek, ha megtartjátok, amilyen beszéddel hirdettem nektek, hogy Jézus Krisztus emberré lett, meghalt a mi bűneinkért, és föltámadott a halálból harmadik napon. És ennek a szemtanúi voltak a Péterék, az asszonyok, a 120 tanítvány, a több mint 500 atyafi, aki látták fölmenni a mennybe Jézust az olajfák hegyéről, és ott angyalok is megálltak, és azt mondták, hogy ahogy látjátok őt elmenni, ugyanúgy fog vissza is jönni. Hogy ment el Jézus? Repülve. És hogyan fog visszajönni? Repülve. Amikor titkos módon elviszi a mennyasszonyát, akkor, akkor, egy anyaszony szöktetésre fog sor kerülni. Akkor Jézus a levegőn, a mennyből lejön a felhőkig, megáll a felhőkön, és fölemeli magá az azokat, akik az övéi az ő eljövetelekor. Tehát szeretnénk, hogy ez ma megtörténjen, igaz? Vagy minél előbb megtörténjen. De ha belegondolsz abba, hogy még hány rokonod nincs hitbe, ha belegondolsz, hogy még mennyi munkatársad, évfolyamtársad, mennyi embertársad vagy, vagy sportköri barátod nincs még megtérve, és belegondolsz, hogy milyen szörnyű dolgok lesznek itt a Földön a nagy nyomorúságkor, akkor még azt mondod, Uram, még várj egy kicsit. De Jézus meg azt mondja, jó lenne, ha te meg kinyitnád a szádat. Jó lenne, ha te meg elkezdenél rólam beszélni másoknak. Elkezdenéd mondani az örömhírt. Továbbadnád azt, hogy én mit tettem értük mert a nagy nyomorúság elől egy kiút van, az elragadtatás. A Jézus Krisztussal való találkozás a felhőkön, amikor eljön. Ez a A opció ajánlatosabb mindenkinek, mint a B opció. Az A opció az, hogy hiszel Jézusban, hogy ő az Isten fia, szövetségre lépsz vele, újjá születsz, és utána elkezded Jézust követni, és úgy élsz, hogy amikor megjön, akkor méltó legyél az elragadtatásra. Mert az sem megfelelő, hogy valamikor elmondtad a megtérőimát, valamikor megkeresztelkedtél, de azóta a Covid alatt elsodródtál, bulisztál, paráználkodtál, alkoholizáltál, belesüllyedtél a drogba, vagy más bűnös dolgokba, de van neked egy keresztevelet, hogy valamikor megkeresztelkedtél. Akkor újból vissza kell térned Jézushoz. Újból oda kell szánod magad Jézus követésére elkötelezni magadat Jézus követése mellett, mint mennyasszony, úgy kell éljél itt a földön. És a mennyasszonyok, tudjátok, miben különböznek a többiektől? Hogy aki még nem mennyasszony, az úgy él, ahogy akar. De a mennyasszony az már készül az esküvőre. Az már készíti a mennyasszonyi ruháját, vagy legalábbis kinézi, hogy honnan kölcsönözze ki. De a, a, amikor Jézus visszajön, akkor nem tudsz te kikölcsönözni gyorsan egy mennyasszonyi ruhát, Pislancs egyet a szemeddel, csak vigyázz, hogy csukva maradjon. Ennyi. Ennyi. Egyet pislantasz, is már egy szempillantás után ott állsz Jézus előtt. Ha föl vagy készülve, de ha nem vagy felkészülve, akkor csak azt látod, hogy a többiek eltűntek mellőled. Vagy otthon ágyba fekszel az asszonnyal, és eltűnt az asszony. Vagy eltűnt a férjed. És nem az ément ment éjszakai mosdóra, végleg eltűnt. Elvitte az úr akkor, akkor bizony lemaradtál. Akkor a B opció marad. Jól bevásárolsz tartós élelmiszerből, hogy ne kelljen aztán az Antikrisztus bélyegét fölvenned, valahogy kihúzzad, addig, amíg az Úr visszajön a szentjeivel, és valahogy a túlélésre berendezkedsz. És vállod még a mártírságot is Jézusért. Ez a B opció. De inkább az A-t ajánlom, mert sokkal jobb kikerülni azokat a rossz dolgokat, amik a földbolygóra várnak. És amikor Jézus a Lukács 21-ben tanítványoknak beszél az utolsó időkről, ott beszél arról is, hogy az embereket olyan erős félelem fogja gyötörni, hogy a félelem halált okoz az emberekbe. De azt mondja, hogy amikor ezek kezdenek meglenni, akkor emeljétek fel a szemeteket, mert elközelíteti váltságtok. Tehát még nem fog teljesen a gonoszság beteljesedni, mielőtt Jézus visszajönne az övéjért. És amikor ezek kezdenek meglenni, tehát a háborúk, a járványok, a éhínségek, a döghalálok, és a földrengések, és a vulkánkitörések, amiből a híradóba belenézel, bőven találhat ezekről híradást, és, az és, és közvetlen közelünkbe is ez a háború sajnos, hogy zajlik még. És a legtöbb ember, az a félelem, az, az lebénítja. A jövőképük ködbe vész és depressziósak az emberek, mert nincs jövőjük. De a te jövőd nem a Földön fog megvalósulni, hanem a mennyben. És a Földön pedig azután, hogy Jézussal együtt visszajövünk a mennyegző után, és eljön Isten országa szemmel láthatólag is ide a Földbolygóra, és Jézussal együtt fogunk uralkodni. Most mi Jézus nagykövetei vagyunk itt a Földön. És Jézus ott a Lukács 21-ben azt is mondja, hogy, hogy imádkozzatok, hogy méltókát tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindazt, amire földbolygóra következik, hogy se a gazdagság családsága ne nehezítse meg a szíveteket, se a szegénység miatt ne nehezedjen meg a szívetek, hanem méltókát tétessünk arra, hogy elkerüljük mindazt, ami földbolygóra jön. És tudjátok, a szülési fájdalmakhoz hasonlítja Jézus az utolsó idők eseményeit. És nekem most született a múlt héten a hatodik kisunokám. Dicsőség az úrnak érte. De soha nem lehet kiszámítani, hogy pont mikor fog szül születni. És már a lányom már előtte már két héten keresztül meg akarta szülni, de nem sikerült neki. Utána már imádkoztunk, most már tényleg jöjjön, meg el is vittem a patakparta, jó megkirándultatni, hátha beindul a szülés, és bejött, mert utána már éjszaka aztán hívott, hogy na most ez az, és mondja, hogy nem biztos, és akkor utána mondta aztán a feleségem, hogy te gyorsan újba a taxiba, mennyibe a kórházba, a férjed, az Áron meg hozza a nagyobbik gyereket ide hozzánk. Egyszerre indultak, kitette a nagyobbik gyereket, közben 4 óra, 4, 4 óra 5 perckor még hívott a lányom, de mire a férje odaért volna, már útközben volt, de már megszült a gyereket 4 óra 37-re. 32 perc alatt meg lett a gyerek ahhoz képest, hogy bement a kórházba. A 4 kiló 10 dekás gyerek. Dicsőség az úrnak, hogy a Manuel megszületett, és azért is mondtam el ezt a bizonságot, mert a Manuel azt jelenti, hogy az Isten velünk, de nem tudjuk, hogy melyik pillanatban lesz az Isten teljesen láthatólag is velünk. Már tudjuk, hogy bármikor itt lehet, készülünk arra, hogy ragadtatunk el, hogy megyünk, de azt a pillanatot még se tudjuk kiszámolni. Hanem az egy váratlan pillanat, még akkor is, ha várunk rá. És ezért úgy kell éljél minden pillanatba, hogy készüljél a Jézusra való találkozásra. És a szülési fájdalmaknak egy sajátossága, hogy, hogy egyre szaporodik, egyre sűrűsödik, még aztán végül, aztán egy egy, 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 folyamatos fájdalom már válik, és akkor pedig aztán megszületik a gyerek. De amikor megszületik, az anyuka nem emlékszik a kínra az öröm miatt, a gyermek született a világra. És Jézus erről beszél. A Máté 24-ben azt olvassuk a hatodik verszakban, hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek ésségek, döghalálok, földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Kiadjuk néhány verszakot, és a 12-től folytatom. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdethetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amen. És a következő verszak már a pusztító utalatosságról szól, aki bemegy a szent helyre magát Istenként imádtatni. Na most miről szól ez az ez a utolsó időkről szóló útmutatása Jézusnak? egy részről beszél arról, hogy hallanunk kell a háborúkról, háborúk híreiről. És hogy a Ruf Tibi mondta, hogy érdekes, hogy külön megkülönbözteti, hogy a háborúkról is hallunk, meg azoknak a híreiről is. Mert igazából úgy tűnik, mint ez fölöslegesen lenne írva, mert már a háborúról hallasz, akkor a híréről is hallasz. De azért különbözteti meg magát a háborút a háborúk híreiről, mert egy csomó hazugságot hidesztelnek a háborúval kapcsolatosan. Meg dezinformálják az embereket mindenki a maga szájéze szerint. És az embereknek nem a hírekre kell figyelniük, hanem Isten igéjére. És még hogyha a hírekre is figyelsz, figyelj oda, hogy ne, hogy túl sokat figyeljél rá, mert a sok hazugság az megnehezíti a tájékozódó képességedet. Elhomályosítja a mennyei látást előtted. Ezért a Bibliára helyez összpontosítsd a figyelmedet, és, és ne ijedjél meg ezektől, a hírektől, mert ez még csak a sok nyomorúságnak a kezdete. Most jól megnyugtattál, Józsi testvér. Ez még csak a kezdet. Jaj. Igen, de nekünk, nekünk Jézus Krisztus megígérte, hogy ki visz minket, nem hagyja az Úr, hogy te itt maradjál a nagy nyomorúságba. Ki fog emelni téged? És azt mondja, hogy amikor ezek kezdenek meglenni, akkor mejétek fel a fejeteket, mert elközelíteti váltságtok. Tehát Jézus kiemel innen. Jézus kiemel innen. És a Lukás 17-ben is kérdezték Jézustól, hogy mikor fogsz eljönni. És mondta, hogy olyan, nem mondott konkrét időpontot, hanem úgy lesz, mint a nó idejében, mint a Lót idejében. Az emberek esznek, isznak, vesznek, adnak, ültetnek, építenek, férhezbennek mennek, és semmit nem vesznek észre az egészből. De, de és akkor mondja, hogy úgy, mint az, aki, ketten vannak a mezőn, egyik fölvéthetik másik ott hagyatik. Ketten fekszenek az ágyban, egyik fölvétetik, másik ott hagyatik. Ketten őrölnek a malomban, egyik fölvétetik, másik ott És emlékezetek lót feleségére, aki viszont visszanézett, és óbáványá változott. A lót felesége volt az, aki se nem került a tüzes kénkő alá. És de meg se tudott menekülni. Hanem sóbálványá változott. Az sem egy túl kellemes állapot. És ez azoknak a keresztényeknek szól, akik már ismerik Jézust, akik már szövetségbe vannak Jézussal, és már elkezdték követni őt, de visszavágyodnak a világi dolgokba. Világi kultúrába, világi szórakozásba, világi életmódba, és tekingetnek visszafelé. Jegyez meg! az utolsó időben csak előre nézzél Jézusra. Ha visszafele nézel, akkor nem tudsz előre haladni. Úgy, mint az autópályán. Mikor nézel vissza? Mikor előzöl? Nem egyfolytában visszapillant a mi történik mögötted, mert akkor előtted is baj lesz, meg veled is. Hanem előre nézel. Aki az eke teszi a kezét, az előre néz. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy először bennünk jön el Isten országa. Nem külsőleg. De Jézus országa akkor jön el benned, amikor beívod Jézust a szívedbe. Akkor a király uralkodni fog a szíved felett. Az ország az, ami fölött a király uralkodik. És Jézus Krisztus ha ott van a szívedbe, és ő uralkodik a szívedben, akkor te benne vagy Isten országába. És joggal várhatod, hogy amikor eljön, ki fog emelni innen téged magához. És nem kell nyugtalankodjon a szíved a földi dolgok miatt, mert elvisz téged Jézus, amikor vissza fog jönni. Ne nyugtalankodjon a szíved, és ne is féljen, hanem az úton járjál, Jézus az út, és akkor nyugodt leszel, és békesség lesz rajtad. És segíteni kell másoknak is, hogy erre az útra rá tudjanak lépni. És amikor ezek a kezdeti fájdalmak elkezdődnek, akkor itt mondja, hogy az egyházon belül lesz, aki megsértődik, elárulja egymást, gyűlöli egymást, hamis proféta lesz, és azért, mert a kívülről a gonoszság jön az egyházra, a törvénytelenség megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Honnan tudod megmérni, hogy benned meghidegült -e a szeretet, vagy nem? Mert kell, hogy legyen egy ilyen érzékelés, hogy most vajon megvan-e hidegülve a szeretet, vagy nincs meghidegülve a szeretet. És itt az aggapészó szerepel, ami, ami az isteni szeretet, nem az érosz, a szexuális vágy, nem a fileó, az emberbaráti szeretet, hanem az agapé, az Istennek a szeretete. És ez csak a hívőkbe tud lenni. Aki már Jézusval szövetségbe van, abba tud lenni agapé szeretet. És az agapé szeretet fő jellemzője, hogy nem magának él, hanem másikért él. Hogy leteszi az életét a másikért. És igazából onnan tudod, hogy szereted az Istent, hogy olvasod a Bibliát, hogy imádkozol, hogy dicséred az Urat, egy gyülekezetbe is eljössz. De nem csak úgy, hogy itt legyél, mint egy fadarab, nem, mert nem is csak úgy, hogy csak úgy el legyél, mint egy fogyasztó, hanem úgy, hogy hogyan tudnád az Urat szolgálni. Hogyan tudnál másikért élni. Hogyan tudnál másokon segíteni. És, és hogy mondja Jézus, hogy a szeretet nem szabad, hogy meghidegüljön bennünk, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Eredetibe, aki mindent kibír, az üdvözül. Döntsd el, te mindent ki fogsz bírni. Mindent ki fogsz bírni. Át fogsz menni minden akadályon, minden nehézségen, és a végén meg fogsz menekülni. És az Isten országának ez az evangélium hirdetetik az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor fog eljönni a vég, Jézus Krisztus. És, és innen ki fog minket emelni. És amikor az a pusztító utalatosság beül majd a helyre, aztán már nem fogod megnézni innen a földről, mert akkor te mennyben egy mennyegzőn fogsz részt venni, mint mennyasszony, velem együtt hiszem. És hogyha még nem vagy Jézussal a szövetségbe, akkor te is lépj Jézussal ma szövetségre. Vagy ha ezt a szövetséget elhagytad, vagy hűtlen voltál hozzá, akkor térj vissza a mennyei szövetségesethez Jézus Krisztushoz. Mert, és Isten országának nekünk ezt az evangéliumát kell hirdetni, miközben a híradóba, az interneten, a munkája mindenki híreket beszél, hogy milyen csúnya dolgok történtek Ukrajnába, hogy a vírus már megint felütötte a fejét, megint egy vulkán kitört, megint földrengés volt egy, egy másik helyen, és ott milyen sok áldozat lett. Amikor ezek a rossz hírek jönnek csőstől, szinte nem is tudod feldolgozni őket, mert az egyik jön a másik után már annyira immunis lettől a háborúk híreire is, hogy most már, most már annyira veszik sokszor némely ember, mint hogy egy hétköznapi hírt hallanának, pedig ott emberek vesztik el az életüket, meg a családjukat, meg az egzisztenciájukat, és az ember már belefásul ebbe a sok rossz hírbe. És, és, és nem szabad, hogy ez megkeményítse a szívünket. Ezek közepette nekünk, ezt az evangéliumot hirdetni kell az embereknek. Isten országának az evangéliumát. Nem csak azt kell hirdetnünk az embereknek, és Jézus szeret téged, Jézus meghalt érted, Jézus kifizette érted a váltságdíjat, ezt is kell hirdetnünk, de azt is, hogy nem sokára eljön Isten igazságos királysága. Jézus a mennyek királya, ő a földön is a királyok királya, uraknak az ura, miniszterelnökök miniszterelnöke, vissza fog jönni, és ezt a gonosz sátánt meg fogja kötözni, és beteszi a föld mélyébe. És most Jézus hív téged, legyél az ő mennyasszonya, legyél az ő nagykövete, most csatlakozzál Isten országához, és legyél Te is egy mennyei nagykövet itt a Földön, és egyben Jézus mennyasszonya is. És nekünk az embereknek ezt az örömhírt szólni kell, bizonságul minden népnek, és mi is befolyásolni tudjuk, hogy minélőbb Jézus visszajöjjön. Az ördög is mindent megtesz, hogy minden több embert elpusztítson, mielőtt még Jézus visszajönne. Nekünk meg azt kell megtenni, hogy minél több ember megmeneküljön, mielőtt Jézus visszajönne. És mindig imádkozzák, gondolkodják, kérd az Urat, hogy kinek tegyél bizonságot. Kezdj el imádkozni a rokonaidér, ismerőseidért, kezdj el az Úrtól kikérni az országodat, a nemzetedet, vagy más nemzeteket is, mert kérjétek, és nektek adom az országot, mondta az Úr. Neked adja a pogányokat örökségül. És hogyha te imádkozol a emberekért, akik még nincsenek is megtérve, meg szólni is kell nekik az evangéliumot, az evangélium az öröm hír. És tudod, mitől hír valami? Hogy beszélnek róla. És neked a legszenzációsabb, hogy van örök élet, hogy van bűnbocsánat, hogy van egy másik királyság, amely a mennybe van, de le fog ide jönni a földre. Nekünk ezt nem szabad elhallgatni az emberek elől, tudatni kell velük. És amikor elmondjuk nekik, akkor az evangéliumnak a magja behullik a szívükbe, és tudnak kezdeni hinni. Jézusban, mint Isten fiában. És akkor bejönnek Istennek az országába. És ezt a küldetésedet nem szabad, hogy elhomályosítsa előtted a sok rossz hír, ami jön a médiából mindenhonnan, vagy a te aggodalmat, hogy na akkor hogyan adjad meg a te saját problémáidat, nehézségeidet. Amikor te leszed, leteszed az életedet Jézusért és az Evangéliumért, akkor az angyalok elkezdenek segíteni neked a te vállalkozásodban, a te párválasztásodban, a te családi problémádban, vagy bármilyen nehézséged is van, az Úr elkezd a segítségedre sietni. Szeretnéd, hogy a nevedet minél többet emlegessék fönt a mennyben? Akkor az a tanácsom, emlegesd Jézus nevét, minél többet itt lent a földön. Mondd el az embereknek, hogy mit tett értük, hogy hamarosan visszajön. És azt is el kell mondani az embereknek, hogy Isten országa elközelített hozzád. És mondd el, hogy Isten országában nincsenek migránsok. Ott nem lehet beszökni, nincsen kvóta alapján elhelyezik majd valahogy a mennybe. Ha beleszületsz az Isten országába, akkor bejutsz, ha nem születsz bele, sose jutsz be. De az az örömhírem, hogy bárki beleszülethet. Aki hisz Jézusban, az beleszülethet Isten országába. Úgyhogy segítek ebben az imában, Tudom, hogy maradtak többen a helyükön, mert, mert, oda cövekelt a lábad a padlóhoz. A szívedben már ott a híd, de a lábad még le van bénulva. Akkor a szádat ne engedd, hogy lebénítsa az ördög. Ott, ahol vagy, nyisd ki a szádat is, és imádkozzál velünk. Az utána már behívtad Jézust, akkor a lábad is meg tudod emelni utána. Tehát ti elől mondjátok el, ti pedig a helyeteken. Menj egy atyám! Köszönöm neked! hogy az egyszülött fiadat, Jézus Krisztust elküldted a mennyből, és emberré lett, és meghalt értem a Golgotai kereszten, és magára vette minden bűnömet, minden betegségeimet, minden átkaimat. Én hiszem, Úr Jézus, hogy Te vagy a Krisztus, aki testben eljöttél a földre. Te vagy az én uram, Istenem, szabadítom és gyógyítom. Beismerem, Jézus, hogy bűnös ember vagyok, és sokat védkeztem ellened, de most teljes szívemből megbánom minden bűnömet, elhagyom azokat, és köszönöm, Úr Jézus, hogy fölírtad, az én nevemet az örök élet könyvébe. Szeretlek, Úr Jézus, teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből, és téged követlek. A Jézus nevében kérlek, Úr Jézus, hogy tégy engem méltóvá, hogy elkerüljem mindazokat, amik a földre jönni fognak, és megállassak előtted, a te dicsőségedben. Tígy engem méltóvá, hogy megállhassak előtted a te dicsőségedben, amikor visszajössz. Amen. 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 Isten meghallgatta ezt az imát. Jézus Krisztus megmosott a vérével, megtisztított,